Hello mindenkinek, ez itt a Kulturgeeks, én Erzsi vagyok. Én pedig Bence. Ez pedig itt az eBay percek. A mai videóban egy olyan terméket fogunk tesztelni, ami kicsit talán más, mint amit eddig. Lényegében egy a féle kozmetikum. Hogyha benne vagytok a Facebook hirdetés célcsoportjával, akkor valószínűleg naponta 6-szor nézhetitek meg, ahogy valaki nagyon boldogan bekenegeti a haját mindenféle előzetes felkészülés nélkül, és nagyon szép színes lesz utána, és ettől szintén nagyon boldog lesz. Igen, egy kicsit túltolták talán ezt a hirdetést, de végül is elérték, hogy kíváncsiak lettünk és kipróbáljuk, persze az eBay-es verziót. Viszont hogyha ez egy egyszerű hajfesték lenne, akkor ezt most nem mutatnánk be a videóba. Tulajdonképpen ennek az a különlegessége, hogy egyszerű hajmosás után azonnal kijön a hajból, és így módon azok, akik kíváncsiak lennének arra, hogy hogyan is festenének lila, vörös vagy esetleg ősz hajjal, azok bátorságot merítve kipróbálhatják. Valamint semmilyen előzetes felkészülés nem igényel, nem kell előtte kiszökíteni a hajadat, nem kell várni hosszú hatóidőket, és igazából sötét hajon is működik. Elvileg ez benne az izgalmas. Úgyhogy most ezt fogjuk kipróbálni, ami remélem érzitek, hogy egy picit kívül van a komfortzónánkon, de hát van egy ilyen műsorunk is. És most biztosan sokan fogjátok is a fejeteket, hogy úristen, egy Kínában rendelt cuccot a hajatokra kentek. Természetesen túl vagyunk mindenféle bőrpróbán, megnéztük, hogy nem vagyunk-e allergiásak rá, és szerencsére nem, valamint egy kis levágott hajon is megnéztük, hogy kimosható-e valóban, vagy teljesen beszívódik-e a hajszálakba, mert különben így nem tudom, hogyha csak a végét fessük be, akkor mondjuk még lenne egy olyan opció, hogy akkor így rövid hajjal folytatom. De aztán így kiderült, hogy végül is tényleg kijön a hajból, legalábbis ami a minimális teszteket illeti, úgyhogy reméljük így is lesz, hogyha élesben kipróbáljuk. Egyébként két szint rendeltünk, az egyik egy ősz krém, amivel ugye kicsit idősebbé lehet tenni magunkat, ezt Bencén fogjuk kipróbálni, főleg, hogy neki ugye sokkal sötétebb a haja, úgyhogy megnézzük rajta a világosat, hogy tényleg fog-e. Van még egy lila, amit hát rajtam fogunk tesztelni, mert fordítva furán néz neki. De érdekes lenne. Befestem a szakállad lilára szívesen, tehát ugye ez nem múlik. Pont azt szeretnénk kipróbálni egyszer, hogy milyen egyszeri alkalomra kicsit átalakítani a külsőnket, és megnézzük, hogy milyen lesz. Ugye Bence egy pár évtizedet kap magára, mondjuk egy kettőt? Kettő és felett? Én meg nem tudom, valami erősebb sminket kipróbálunk hozzá, vagy valami ilyesmi. Hát kicsit extrémebb lesz a tiéd. Hát akkor Bence. Miért velem kezdtünk amúgy? Szerintem, mert ez izgibb. Jó. A szemüveget levonjuk? Igen, mindenkit. Az összetevő listája egyébként meglepően pozitív csalódás. Persze kínai terméknél nem feltétlen lehet benne bízni, hogy az is van benne, de hogy tényleg ricinusolaj, méviasz, ilyesmiből áll össze a termék. Úgyhogy reméljük, hogy ez így is van. Amúgy most jut eszembe, hogy most először látnak a nézők szemek nélkül. Így van. Hello. Szóval hol kezdjem? Hajon, bajszon, szakállon, szemöldökön? Mennyi ször van rajtad, Bence? Lenne de többit. Azt nem fessük be. Elvileg akkor ezt szét kell így teljesen kenni a kezemen. Ez nem is a tenyeremre se lesz elég ez a cucc. Most itt teljesen így másszak bele és... Jó. Hát akkor ez ilyen nagyon. Most félsz? Nem. Úristen. Itt megpróbálom csak ilyen kevertre festeni, hogy mintha csak ilyen szálakban ősződnél. Alkos, Erzsi, alkos. Ez lett egy Superman tincse. Na igen, a kezemre több jutott egyébként, ez mindenképp. Ez nagyon flow, már most érzem. Nagyon jó. Tudod, mint az a művészek, akik csak egyszerűen csak így megindul bennük az 5 perc, és így... Na jó, hát akkor essünk neki így. Mondjuk itt, mert akkor látják is. Egyszer kéne csinálni egy olyat, hogy elmenni így rendezvényekre. Felismerni nekem. Hogy a saját apád vagy? Ja. Oké, most egy kicsit így szétbontom, mert amúgy összetapassza valamennyire. Igen, olyas, mint a zselé? Vagy... Nem. Mert nézem az állagát olyan, mint az alapozónak az állaga lenne, nem? Amúgy egy ilyen nagyon sűrű massza egyébként, szerintem erre fésül. De akkor nem ilyen zselészerű. Nem, olyan, mint egy ilyen sűrű krém. Mm. Egyébként így tapad össze a hajad, vagy fésülöm? Fogalmam sincs, nem érzem. De azt érzed, hogy így megakad benne a fésülén? Nem. De nem is szokott megakadni a fésül hajamba sohasem. A hajam bedesz. Kéled a kreatív hajlamaidat. Az biztos. Nagyon menő. Menőbb vagy, mint amúgy. Köszönöm. Jó, akkor ezentúl így fogtok látni
a videókban, Ázsi, elmondtam, hogy szarul nézek ki. Nem ezt mondtam. Ennyi. Vagy felrakunk ide egy szavazást, és akkor majd elmondhatjuk. De nem jó, mert megszavazzák. Na jó, akkor bátrabban egy kicsit szerintem. Na túl, halad, nyom rá az egészet. Így bele így parkolni. Halad, hogy forgassam meg. Így belemarkolsz, és így rá, plutty. Kicsit bátorkodok itt akkor. Áó. Bocsi. Áó. Hú, már nagyon összetapott, jó? Áó. Letelt az időnk szerintem. Áó. Jó, akkor hát ide jövök. Szemöldök. Mi a fasz? Bocsánat. Halad, mi? Bocsánat. Mi a fasz? Bocsánat. Ne haragudj. Mert hogyha így elkezdeni oldani a szememet, hogy szóljak? Mindenképp szóljál. Jó. Ezt lehet, hogy te is csinálhatnád igazából. Nem látom. Úgy simogasz tőle, mint egy ilyen kis ezért. Jól van, Pistike, jaj, de arany, jól van. Na, kihozott ötöst az iskolát? Hát, érdekes. Miért? Szar vagy nem? Szerintem így... Most jönnek a beauty percek Bencében. Na, akarod ide ahhoz. Hát ott van, csak így, ha úgy érzed, hogy egy kicsit így távolodom, akkor az nem véletlen. Ez nagyon rossz. Igen? Nem éreztem. Ez így nem lesz jó. Ez nagyon gyorsan megszárad. Ez nem lesz jó, Ezsi. Azonnal megszárad, igen, előtte igazából. Igen, ez azonnal, ez... ez nem lesz jó. Amúgy jól néz ki nagyon. Hát messziről biztos. Ez ilyen három óriás művenet amúgy a te hajaddal. Gondolod, hogy ez most tehát, hogy nagyon hosszú, durva. Nagyon dús, és ez így... Jó, hát megpróbálom akkor ilyen azt, és így húzok kettőt, és már száraz. És össze van ragadva. Azt írta, hogy ez háromdimenziósan festiből haja. Ezt imádom, minden egyes minktermékre így háromdimenzi, HD-s. Az még nincs. De már van négy, de már van négydimenziós műszem például a térben és az időben is. A térben és az időben is tud menni. Én akkor tudok segíteni? Nem tudom, hogy tudsz-e. Magamon se tudok segíteni. Nagyon durván tapad, amúgy. Igen. Sokkal durvább, mint az enyém. Sokkal ilyen ragasztósabb. Gyorsabban szárad, inkább. Az biztos, mert higabb. Mi lenne akkor, hogyha én kenném, te meg félsülnéd? Lehet jó ötlet. Mit szólsz hozzá? Próbáljuk ki. Nem olyan, mint a reklám. Már eredményesebbek. Ott jobban ment. Wow. Na, most egy kicsit bedurva. Úgy nézek ki, mint aki megázott lila esőben. Amúgy az a baj, hogy itt egy csíkban elkezdődik. Igen. Hát ezt így lehetett volna szebben csinálni. Igen? Igen. Azt, amennyit elhasználtunk. Igen. De amúgy, amit befestett lila, az nagyon jó. Szép a színe. Az amúgy egészen ilyen festés hatású. Mondjuk ezután remélem, hogy kimosni tényleg egyszerű. Ezt te élvezed? Nagyon. Mit csinálsz? Csinálj. Macska. Így kéne amúgy csinálni? Elméletileg így. Tehát, hogy a tutoriál szerint így. Akkor csak a te hajad ilyen vagy? Igen, az én hajam specifikusan nem szereti ezt a festést. Olyan, mintha egy ilyen ragasztóval kenném. Mindent ki kell próbálni, és... Van, amit nem. Az egyik a ragasztót ken és a hajra, a másik a heroin. Na egyébként, minthogyha a technika egy kicsit javult volna, mióta elkezdtük. Bár még mindig összeragad a harmadik fésűhúzás után. Jézusom. Fáj. Hát nem. Csikiz. Szóval ez inkább volt szórakoztató, mint jó. Hát azért maradjunk annyiban, hogy nem szoktunk, és soha nem is csináltunk még ehhez hasonlót. Szóval ez egy premier élmény volt, hogyha lehet ezt így mondani. Hát az biztos, hogy ez a festék egyrészt működik, rövid hajon. Hosszún ez olyan élmény volt, mintha ragasztót kenegetnék a hajamba, ami körülbelül a harmadik fésű húzásra összeragassza a hajamat. Bencénél nagyon jól működött, egy kicsit azért a tiédet is tépte, de... De nem volt annyira vészes, mint a tiéd. Annyira nem tökéletes és szép az eredmény, egy kicsit ilyen olcsó, inkább ilyen jelmezbálos. De tulajdonképpen úgy messziről van egy ilyen egészen értelmes összetása. Erre visszaveszem a szemüveget, nem látok semmit. De valahogy nem. Igen. Egyébként árban nem olyan rossz, tehát ilyen 1200 forint, és tulajdonképpen nagy adag, tehát hogy nem kell elhasználni az egészet, főleg, hogyha nincs ilyen hosszú hajad, mint nekem. Mondjuk, ha megkérdezik, hogy mit csináltatok vasárnap este? Hát így...
hazudunk. Bulisztunk. Szóval akkor már csak az a kérdés merült fel, hogy kijön-e a hajból, és nekem a szokálomból az a, ez a történet. Úgyhogy most így lássítod, és akkor így vágás, és akkor... Visszafiatalodtam. Igazából nagyon, nagyon egyszerűen kijött így a hajomból, a szakállomból, úgyhogy... Úgyhogy tök jó. Hihetetlen gyors voltál egyébként, szerintem egy ilyen 10 perc se. Hát is kb. Nem volt. Hát ilyen 5-10 perc volt az egész. Igazából maga a cucc ilyen tekintetben teljesen jó, tehát hogy nem kell attól félni, hogy, hogy valami foltokban ott marad a hajadon, mert tényleg 100%-osan kijön, úgyhogy ebben teljesen szuper. Reméljük, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, várjuk a véleményeteket. Írjátok le a véleményeteket, hogy hogy tetszett ez az epizód, mert ez tényleg teljesen más stílus volt, és más volt maga a termék, amit bemutattunk, mint az eddig videóimból. Úgyhogy írjátok le, hogy nektek hogy tetszett. És hogy hogy tetszünk jobban. Így vagy úgy. ez veszélyes. Ez veszélyes. Találkozunk a legközelebb. Sziasztok!